Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Holnap Szent László napot tartanak Szabolcs községben. Erről valamint egy civil rendezvényről beszélgettek vendégemmel, Zakor Broda Ritával, a Vidék Kincse Egyesület elnökével. Szervusz! Szervusz, köszönöm a lehetőséget. Nos hát holnap az a szombaton hatalmas ünnepség lesz Szabolcsban. Milyen jellegű rendezvényre invitálnád a nézőket, érdeklődőket, és azon belül milyen civil kezdeményezése megmozdul? Holnap Szabolcs községben igen érdekes programokra várjuk a kedves látogatókat. Nem is egy, hanem kettő programról fogok most a kedves nézőknek mesélni. Az egyik az, ami évente megrendezésre kerülő, ez a Szent László hagyományőrző nap, ami minden évben Szent László napján kerül megrendezésre. Jó, hogy Szabolcs községnek a Szent László hagyománya az már messze földön híres. Hagyományőrző programokkal, lovasi jelz bemutatókkal, baszhuszár, borsodi huszár bemutatókkal, népdal, néptánckörök fellépésével egy egész nap egy nagyon értékes érdekes kulturális programra van lehetőség az ide látogatóknak, hogy megtekintsék. Illetve most Szabolcs községben így kiemelten a Vidék Kincse Egyesületet olyan nagy lehetőség és olyan nagy megtiszteltetés érte, hogy egy Európai Bizottság által egy brüsszeli forrásban lehetőségünk van egy testvértelepülési programnak a megvalósítására, amivel a Szabolcs község hagyományát most már nem csak az országhatáron belül, hanem az egész unión keresztül 7 országra szóló hírnével tudjuk nemzetközi rendezvényi szintére emelni. Ennek a programnak egy olyan testvértelepülési együttműködés a lényege, hogy 7 országból civil szervezetek, önkormányzatok jönnek el és mutatják be tevékenységeiket és működésüket, valamint a hosszú távú cél egy olyan turisztikai együttműködés, amelynek az alapját a közös hagyományok, a közös értékek fogják majd megteremteni. Mind a két rendezvénynek vagy megmozdulásnak idézőjelben szombat, tehát holnap lesz a fő-fő szintere és időpontja. Milyen jellegű sátrakra, kiállításokra lehet számítani, mivel ismerkedhetünk meg Szabolcsban, hogyha mondjuk Hollandiáról van szó, Szlovákiáról van szó? Holnap 11 órakor egy ünnepélyes protokoll megnyitóval a Szent László hagyományal egybekötve egy közös megnyitónk lesz, amely a református templom kertbe kerül megrendezésre. Itt, ahogy említetted is, itt 7 országnak a nemzeti kultúrájával, értékeivel, turisztikai látványosságaival szembesülhetnek a nézők. Lettország, Hollandia, Szlovákia, Szerbia, Románia, Ukrajna és Magyarország, mint egy kis nemzetközi civil udvar keretében fogja megmutatni az értékeit és a hagyományait. Az egyik kiemelt együttműködő partnerünk a megyei fejlesztési ügynökség, mint megyei szintű Europe Direct Pont, egy hihetetlen nagy civil udvar együttműködő, vagy udvar kialakításában segített. Interaktív játékok lesznek, ami az uniót érintő jogokról, lehetőségekről, minden korosztály betekintést nyerhet az Európai Unió működéséről. Itt különböző kvíz kérdések lesznek, játékok lesznek értékes ajándékokért, úgyhogy javaslom, hogy minden korosztály látogasson el a sátrainkba. Emellett gyerekeknek kézműves udvar lesz, felnőtteknek különböző Vajdaság, Kárpátalja, felvidékről érkező vendégeik megmutatják nem csak a kulturális, hanem gasztronómiai értékeiket is, úgyhogy a felnőtt korosztálynak borkóstoló és párinkakóstolóval várjuk a kedves ide látogatók, illetve minden olyan turisztikai attrakcióval, amit a különböző meghívott partnereink rendelkeznek, mindenki megismerheti ezeket a szokásokat és múltakat, amiket ők képviselnek. Én közben csak arra tudok gondolni, hogy 7 ország képviselőit egyszerre mozgatni, koordinálni és elszállásolni egy pici községben, hát hány emberre számítotok egyáltalán, és hogy tudjátok ezt kivitelezni? Hát ez a rendezvény, ez nem csak Szabolcs. Szabolcs község igen sok turisztikai attrakcióval rendelkezik, szállása és étterem tekintetében, de hát igazából ide mi 180 vendéget várunk a szombati napra a 7 országból, úgyhogy ide a szomszédos települések, illetve Nyíregyháza is szerepet vállal ezeknek az elszállásolásában és az étkeztetésében. Úgyhogy a szombati nap lehet úgy mondani, hogy az egész megye egy kicsit így fellendül és felpezsül attól, hogy mi egy ekkora apparátot hozunk ide Szabolcs községbe. És ha jól tudom, akkor vasárnap Tokaj felé veszitek az irányt, igen, arra fogtok hajókázni, tehát hogyha valaki esetleg 180 külföldit lát, akkor az valószínű, hogy a civil udvarból érkezett Szabolcs községből. Hány órára várjátok? Akkor 11 órakor lesz a megnyitó, de úgy igazából mikor indul be majd a civil udvar? Mi nekünk már a
meghívott vendégek a holnapi nap már megérkeznek, úgyhogy nekünk már holnap egy nagy feladattal, egy regisztrációval és egy egész napos úgymond egy ilyen baráti ismerkedéssel indul a holnapi meghívott protokoll vendégekkel. Itt igazából mi ilyen kerekasztal és konferencia beszélgetésekkel nekünk ebbe a program a szakmai résszel is színesítjük ennek a programnak a részét. Itt ki kell emelni azt, hogy itt nem csak a kulturális értékeket mutatjuk meg, hanem itt az Ukrajnát sújtó háborús helyzet is egy kiemelt téma lesz a három napban. Itt nem titkolt célunk az, hogy az úgynevezett szomszédainknak a mindennapi helyzetét és a háborús mindennapi átélt problémáinak a mindennapjait tudjuk segíteni, úgyhogy itt a fő cél egy olyan adományozási program és segítő rendszer kialakítása is, amivel tudjuk most ezt a háborús helyzetnek a mindennapjait egy kicsit enyhíteni. Akkor lesz benne segítő szándék is, kulturális rész is, úgyhogy mindenféle sokszínű programmal várjátok majd az érdeklődőket, tehát szinte egész hétvégén Szabolcs-községben. Én köszönöm szépen, Rita, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm a lehetőséget, és nagyon nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt Szabolcsban. Hát remélem, hogy már csak ezért is kilátogatnak megnézni, hogy Hollandiában vagy éppen Szlovákiában hogyan gondolkodnak, hogyan néznek, látnak minket magyarokat. Ez is érdekes lehet. Mi kell, mi kell.